Lehetséges, hogy kicsit csalódottak vagyunk az iménti evangéliumban, mert nem a betlehemi kisdet történetéről szólt az evangélium, hanem a János evangéliumának a prológusa, a bevezetőjéből. De azt gondolom, hogy az egyház minket, érettebbeket szeretne nem tejjel táplálni, ahogyan Szent Pál egy helyen mondja, hanem szilárd táplálékkal. Mert lelki fejlődés útját járjuk. Talán gyerekkorunkban, és aztán saját gyerekeink számára is beszéltünk a kis Jézusról, hogy a Jézuska hozza az ajándékot. És aztán, ahogyan lassan érettebbé váltunk, nem elvetettük ezt, hanem egyre inkább felismertük, hogy szüleink egészsége, hogy ajándékozó emberek vesznek körül, az valóban Isten ajándéka. És ilyen értelemben Jézus szeretete érkezik el hozzánk, amikor megajándékozzuk egymást. Tehát nem elvetettük a gyerekkori elképzeléseinket, hogy angyalok hozzák az ajándékot, hanem átvette egy érettebb hit, amiben beleágyazódott az ajándékozás, a Krisztus születéséből származó szeretet. És tulajdonképpen nagyon sokat mérkőztem magamba ma, ahogyan készültem erre a szentmisére, hogy hogyan tudok hitelesen beszélni arról a titokról, ami a karácsony titka. Mert valamiképpen számomra közelebb áll a János evangéliumi szakasz, ahogyan beszél arról, hogy az ige testé lett, az Isten közénk testesült. Vagy ahogyan választottam a János levél kezdetében bevezető bekezdését is, ahol arról beszél, hogy az élet, az Istentől megteremtett élet megjelent közöttünk, amely korábban az atyánál volt. Valahogyan ezek a megfogalmazások hozzám közelebb állnak, mint a hangulatos istállóról és a jászorról szóló szövegek. De mindez nem azért, hogy elvessük az egyiket, hanem hogy beleágyazzuk egy nagyobb egészbe. Mert az egész Szentírásnak a születésében is ezt a fejlődést látjuk. Ha az Ószövetséget nézzük, a választott nép átélte az Egyiptomban való rabságot, a kilátástalanságot, és aztán a Vöröstengeren való áthaladás és az ígéret földjére való eljutásban valami olyan hittapasztalatot szerzett, hogy az Isten ura a történelemnek, ura a természetnek, és egy népnek a történetében a szabadulásból az önállóságra jutott. És aztán az egykori biblikus író, teológus elmélkedésében vitte aztán tovább azt, amit már ő maga nem látott, de hittel tudta, hogy ha az Isten képes egy nép történetét alakítani, formálni, ha képes a természeten urrá lenni, ahogyan a kilátástalan egyiptomi üldözőktől, Vöröstenger akadályától megszabadította ezt a népet, akkor ennek az Istennek kellett teremtenie ezt az egész világot. És így fogalmazzák meg aztán a kivonulás könyve előtti könyv, a teremtés könyvének első fejezeteit. Így jutunk el arra a távlatra, hogy valóban a teremtéstől, ahogyan hallottuk a meghirdetés énekét, Isten kezében tartja a történelmet, kezében tartja a világot. A kivonulásnak a hittapasztalata vezette el a teológust, hogy a teremtés és az egész kozmosz Isten kezében van. És valahogyan ugyanez a történeti sorrend, ez a belső hitfejlődés a karácsony ünnepével kapcsolatosan is. Ismerjük, ahogyan az apostolok Krisztus kereszthalála után szétszélednek, gyávák, bezárkóznak, megijednek, és utána a húsvéti találkozás formálja át őket. És a húsvéti tapasztalat, a feltámadással való találkozás után írják le az evangéliumokat, és lesz ez a következő évtizedek, aztán évszázadok, és most már 2000 éve keresztények hit alapja. De az első evangélium, a Márk evangéliuma keresztelő János fellépésével indul.
és csak a Máté és a Lukács evangéliuma az, amely a gyermekség történettel kezdődik. Így fejlődik valamiképpen ez az egész ismeret, hogy az a Jézus Krisztus, akit felismertek a feltámadásban, akit Isten úrrá tett, az közénk született kisgyermekként. És aztán az utolsó, a legkésőbb született evangélium, a János evangélium, amit az imént hallottunk, ennek a prológusa még nagyobb távlatba fogalmazza meg. Már nem csupán keresztelő Jánossal indít, de benne van, hogy fellépett egy ember, János volt a neve. Nem is a gyermekség történettel tíg megy vissza, hogy közénk született az ige, hanem arról beszél, hogy már mindenek előtt a logosz, az isteni személy, még a teremtést is megelőzve, öröktől fogva létezett. És a János evangéliumnak ez a prológus ebben a teljes távlatban jelenik már meg. A teremtést megelőző isteni jelenléttől vezet el bennünket egészen a megtestesülésen át, addig, hogy felismerték a tanítványok, és a hittel, tanúságtétellel továbbadták, és eljutott hozzánk is az a hit, hogy Isten közénk jött, hogy Isten úrrá tette azt a Betlehemben megszületett kisgyermeket, és ez az Úr, ez a mi megváltónk, ő az, aki tanít példázatokban az Isten jóságáról, szeretetéről, ő az, aki a kereszten meghal, annyira odaadja életét, értünk, hogy mi se ijedjünk meg semmilyen nehézségtől, hanem tudjuk azt, hogy Isten ennyire szeret bennünket, elérkezik hozzánk, mellettünk van, és aztán a Szent Lelket elküldve bennünk növekszik, és minket éltet. És talán ebben a távlatban érdemes elcsendesedni a Betlehem titkán is, amit Szent Pál apostol megint, talán számomra megint közelebb mi megfogalmazásban a Betlehem titkát, a kisgyermek születését úgy fogalmazza meg egy Krisztus himnuszban, hogy Isten kiüresítette magát. A hatalmas, gazdag, a kozmosz tartó Isten kiüresítette magát, és hasonló lett hozzánk emberekhez. Azokhoz az emberekhez, amelyeket a Teremtés könyvében úgy olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Kölcsön hatás van. Isten a maga hasonlóságára teremtett bennünket, és Krisztus pedig hasonló lett hozzánk emberekhez. Ezeket a titkokat talán megérteni nem tudjuk, de rá tudunk csodálkozni, hogy milyen nagyszerű, lenyűgöző az, amire az Isten meghívott bennünket, ahogyan megalkotott bennünket. És azt gondolom, hogy a karácsony titka azt teszi ehhez hozzá, hogy Isten egészen közel jött hozzánk, egészen velünk van, és ez az Istennek ez a nagyszerű műve bennünk él, minket éltet, és munkatársává, barátjává, tanítványává fogad bennünket, hogy ebben a nagyszerű teremtés művében, aztán a megváltás művében, és az ő evangéliumának, jóságának, terjesztésének missziós művében részt vegyünk. De azért tudunk ebben részt venni, mert Isten egészen lehajolt hozzánk, a mai ünnepen megtestesült, hogy mi is beletestesülhessünk az ő művébe, és részese legyünk annak a csodának, amit Isten nekünk készített, hogy megajándékozzon bennünket, mert nagyon szeretett, és ma is nagyon szeret bennünket. Amen.